megtartotta idei utolsó képviselőtestületi ülését Bonyhád város önkormányzata. Az évzáró vállalkozói polgármesteri fogadást megelőzően több fontos téma is napirenden volt, tájékoztatott a település polgármestere. Ez a 20. alkalom volt, hogy ülésezett a képviselőtestület, és ezen a napirendi pontok között is voltak olyan alkalmak, amik igen fontosak és meghatározzák a város működését. Az önkormányzati törvény meghatározza azt egy önkormányzat életében, hogy egy évben 3-szor költségvetési rendeletet kell módosítani. Erre került többek között sor a mai napon, és örömmel tudok arról beszámolni a város lakosságának, hogy az idei év esztendőt úgy tudta zárni az önkormányzat, hogy egy jelentős, mintegy 500 milliárdot is meghaladó tartalékkal tudunk ráfordulni az új évre. Ez számunkra nagyon fontos, hiszen megalapozza az jövő évet, egy biztosabb, stabilabb tervezésre nyújt lehetőséget, hiszen az a 500 milliárd forint ott van biztosítékként, bármilyen olyan költség felmerülhet jövő esztendőben, ami esetleg nem várt eseményhez kötődik. Szeretnénk azért alapvetően ezeket a forrásokat fejlesztések önerejére fordítani, hiszen azzal még több forrást tudunk idehozni a városba, és újabb fejlesztéseket megvalósítani. Nem csak uniós beruházásokra várunk, hanem befektetőket is kerestünk nyílt pályázat útján, akár lakóparkok építésére, akár pedig a bevásárlóközpont építésére gondolok. Mindkét esetben, és három helyszínen, három ingatlan érintően, jelenleg a tervezés zajlik, és jövő évben már meg is kezdődnek a munkálatok. A régi hagyományoknak megfelelően az év vége közelettével a képviselőtestület ülését követően azokat a vállalkozókat látta vendégül az önkormányzat, akik a top 50-ben szerepelnek. A legnagyobb iparüzési adó fizető vállalkozásokról beszélünk, és mindazokról, akik egyébként az év során segítették az önkormányzat munkáját. Ilyenkor remek alkalom visszatekinteni a mögöttünk hagyott esztendőre, mind a tervek, mind a beruházások, fejlesztések tekintetében, mind pedig azokkal a feladatokkal, a problémákkal, amivel küzd nap mint nap egy önkormányzat. Nem csak a tervekről, a beruházásokról, a felújításokról beszélhetem egy ilyen prezentációban, amilyenkor közösen felidézzük azokat a programokat, azokat az eseményeket, ünnepségeket, amelyben részünk volt valamennyünknek, bonyhádiaknak, és öröm volt látni újra így egy csokorba összegyűjtve, hogy számos eseménynek örülhettünk közösen, nagyon sok ünnepség, megemlékezés helyszínét volt városunk nem csak a település szempontjából fontosnak, hanem akár állami megemlékezéssel is, így kezdtük az évet, és egészen a november végéig bezárólag nagyon sok protokoll személy volt a városunk vendége, úgyhogy örülök, hogy egy nagyon gazdag és sok sikerekben gazdag év van mögöttünk. A város önkormányzata az év vállalkozásának járó Péter Mai Jakab díjat is ezen az estén adja át évről évre. Nagyon sok szempont van olyankor, amikor végig gondol a testület, hogy ki legyen abban az évben a díjazott. Az idejében 7. alkalommal került sor a Péter Mai Jakab díj átadásra. Ez egy viszonylag friss díja az önkormányzatnak. A rendelet, amiben szabályozzuk az önkormányzati díjak átadását, az mindig arról is rendelkezik, hogy milyen körülmények között, milyen ünnepségen vagyunk kötelesek átadni ezt a díjat, milyen közönség előtt. 2022-ben a több évtizedes sikeres kereskedelmi tevékenységük, a helyi foglalkoztatásban vállalt szerepük, továbbá közéleti szerepvállalások elismeréseként az Ezer és Társa BT vehet át az év vállalkozásának járó díjat. Nagyon jó érzést töltött el, illetve hát először meglepődtem, és amikor a polgármester asszony fölhívott az utolsó testületi gyűlés után, hogy egybehangzó döntés alapján én fogom megkapni a vállalkozói díjat, nem akartam elhinni. És 2-3 napig is bajlódtam ezzel a gondolattal, hogy hát ezt én kapom, megérdemlem. Majd aztán egy benfentes szomszédom fölhívott, hogy gratulál, és amikor azt mondta, hogy Balázs, ezt megérdemled, akkor hittem el. Ha meg akarom ezt fogalmazni, hogy mire illik a siker mögött, akkor messzire kell visszanyúlni, hiszen azt tudom mondani, hogy amikor a legelső években elkezdtünk vállalkozni, akkor az volt fölírva mindig a táblára, hogy legyen. És minden megbeszélésen ez volt, hogy legyen. Legyen új vevő, legyen új autó, legyen új partner, legyen forgalom, legyen nyereség. És nagyon sokáig ez így ment. Majd aztán csatlakozott a feleségem a vállalkozáshoz, és egy megbeszélésen fölírta ő is a táblára, hogy hogyan. És onnét fogva igazából úgy vezettük a céget, hát a fejlődésnek sosincs vége,
Nyilván most egy picit nehezebb fejlődni, de a fejlődésnek, az innovációnak nincs vége, hiszen azt mondom, ebbe a gazdasági környezetbe folyamatos innovációra van szükség, és azt vallom, hogy most kell igazán oda tenni magunkat, és 110%-on teljesíteni, és akkor fogjuk túlélni ezt a gazdasági helyzetet. A vállalkozói polgármesteri fogadás végén Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, pohár köszöntője alkalmával kiemelte, a város vezetése az itt működő vállalkozások és a bonyhádi emberek közös sikere, a város töretlen fejlődése. Fontos az, hogy egy város vezetése megköszönje az ott dolgozó, ott élő embereknek az elmúlt évi tevékenységüket, legyenek akár intézményvezetők, civil szervezeti vezetők, vagy éppen vállalkozók. Hagyományos módon karácsony előtt a vállalkozókat fogadja ezen az estén is ma este a polgármesterasszony, és lehetőség van számára arra, hogy bemutassa az elmúlt év eseményeit, illetve gazdasági szempontok alapján is elemezze a város életét, a 2022-es évet. Összefoglalásképpen elmondhatjuk azt, hogy Bonyhád város önkormányzata, és nem csak önkormányzata, hanem egyáltalán maga a város nagyon jó évet zárt, hogyha 2022-re tekintünk, jelentős módon fejlődött tovább. Ezt az itt élők látják a legjobban, vagy talán inkább a vendégek, mert ők esetlegesen, hogyha egy-két éve nem voltak itt, akkor látják a változásokat, de szerintem elmondhatjuk azt, hogy jó Bonyhádon élni, és a bonyhádiak lokálpatrióták. És ez a legfontosabb, mert együttesen akarunk tenni a saját városunkért. És erre legyünk büszkék, és továbbiakban is dolgozzunk így. Szeretnék gratulálni a polgármesterasszonynak, képviselőtestületnek, vállalkozóknak, minden itt élő és itt dolgozó bonyhádinak.